Felnőtt volni, mindenféle előtt megennék egy nagy távolcsokat. Leves után meginnék két
akkor, ha már nem félnék a haragos útjától. Ha én felnőtt volnék, megnősülnék. És olyan lányt vennék feleségül, aki sikít ugyan, ha meglát egy levelőkékát. De nem mondja rá, hogy fúj, undorító! Mi ketten lennénk a felnőtt. És így senki sem mondhatna rám, hogy hagyjuk abba. Mert megőrül. És csupa olyan néni és bácsi lenne a szomszédunk, akik mosolyogva biztatnának bennünket, hogy csak nyugodtan lopdászatok az ablakon alatt. Ha én felnőtt volnék, sok gyerekem lenne. És a gyerekekkel egész nap csak játszanám. Bogócskát. Újócskát. És róla versenyt is rendezünk. Mindig én fogok nyerni. Mert akkor a gyerekek üzik lehetnek az ablakon. És tavasszal minden gyerek egyforma nagy léggömböt kapna. Csak magamnak venni kicsit nagyobbat. És nyáron minden gyerek egyforma nagy fagylaltot kapna. Csak magamnak venni kicsit többet. Mert én vagyok az anyjára. És ősszel minden gyerek beleléphetne a pocsolyába. De én léphetnék bele a legmélyebben. Én vagyok az sőt, léphettek bele a mélyebb kocsajába, akkor mi jön be abban, hogy felnőtt vagyok? Na. Hagyja. Csak lennék már felnőtt. Csak lennék már felnőtt. De addig szót kell fogadni. És fel kell vennem a pulóverem. És el kell raknom a játékaimat. És kezet kell mosnom. És fel kell venned a pulóverem. És... Hát, igen. De
attól félek. Vagyázz! Sajnos. A rezső vére. Ki az a rezső? A rezső nem tartozik rá! Az a baj, hogy ők mindannyian tudják, hogy én milyen is vagyok. Az a baj, hogy nem érdekli ezt a gyereket semmi. Az a baj, hogy nem sportol ez a gyerek. Az a baj, hogy túl terhelt ez a gyerek. Az a baj, hogy nem gondolkodik ez a gyerek. Az a baj, hogy nem tanul ez a gyerek. De abban mindjárt egyet értettem. Nincs benne semmi jó érzés. Én nem tudom pontosan, mi az a jó érzés. De nekem mindig kaparatol pont, ha győzünk a versenyen, vagy ha felhúzzák a zászlót, és mindig visszadobom a halat, amit kifogok a vízbe. Ja, és az se normális, hogy folyton csak itthon benézelek. Jöjjön be háttal a számítógép előtt! Bezzeg a te korodban nem heverésztem világos nappal az ágyon, és nem ültem görbe háttal a számítógép előtt, hanem ebéd után rögtön nekifogtott a leckét. Aztán, hogy befejeztem a leckét, szaladtunk ki a szabadba, és szívtuk a levegőt. Na! Szerintem azért, mert se apukámnak, se anyukámnak nem volt számítógépe. Se CD-je, se mobilja, se Xbox-a. Azért az sincs lenni, hogy neked nincsenek barátai! De vannak! Csak nem hiszik el, mert azok is otthon ülnek a rossz levegőben, és naphosszan húzzák a számítógépet. Görbe háttal! Aztán, amikor meg átjönnek, akkor meg nem szeretnék nézni. Micsoda társaság ez, hogy egyik sem tölti meg a lábát. De mindegyik zsebre tudja a kezét. Hogy egyik sem tisztességesen köszönni. És hogy egyiknek sincs egy normális szava. Mert vagy elítenek, mint a lovak, vagy hallgatnak, mint a kukák. Apa és anya barátaiból ettől egyik nagy ember. Kivéve, aki sajnos elkallódott. És ha ez mind megvolt, akkor még az következik, hogy... Tudtam. Előre megmondhattam volna. Mert a felnőttek mindent tudnak előre. Azt is, hogy leesik. Azt is, hogy összetöröm! Azt is, hogy felgyújtom! Azt is, hogy kijön! Azt is, hogy megfázom! Azt is, hogy tönkre teszem! És azt is, hogy... Majd megbecsülöd a pénzt, amit meg egy kávát keresnek. Majd visszasírom én a gyerekkoromat, ha mindenem megvolt. És majd megtanulom, hogy milyen az élet. De sajnos a magam kárán. És azt is, hogy... Nem lesz ennek jó vége! Na ugye? Csak nem hittem. Akkor miért mérgesek, amikor a végén igaz lesz? És hiába kérdezik tőle, hova? Milyen ember lesz itt belőle? Hát, én aztán. Pedig már sokat gondolkodtam rajta. Lehet, hogy még növök 5 centit. És kicsit hasonlítok majd apukára. És kicsit hasonlítok majd anyura. És ha majd öregek lesznek, és ülnek a parkban a padon. Akkor mindenkinek mutogatják majd a fényképet. És az itt a nagyfiú. Biztosan látták már a tévében. És olvasták az újságban. Igen, ő az, aki elérte, bejárta és felfedezte. Aki megnyerte, túlszárnyalta és megdöntötte. Aki megtalálta és megmentette. Legyőzte és felszabadította. Átélte, meghívta és megzenésítette. És akkor mindenki köré és csak csodálkoznak és ámulkoznak. Na hát! Szinte hihetetlen. Büszkék lehetnek rá. És akkor végre apukám se fogja azt mondani majd, hogy... Tudtam. Előre megmondhattam volna.